Délelőtt még szokatlanul sok volt a látogató, de kora délután a záporeső szinte elmosta a rendezvényt. Korán Vászígy vezérigazgató a délelőtti sajtóértekezleten leszögezte. A szervezők rendkívül elégedettek az idei szemlével, na, és a kiállítók, meg a látogatók is évről évre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak neki. Ehhez természetesen nagyban hozzájárult Portugáliának, mint társszervezőnek a jelenléte, valamint a több mint 1500 kiállító, akik 60 országból érkeztek, hogy legkorszerű termékeiket tegyék közszemlére, mondta. Mind a gépkiállítás, mind a jószágkiállítás rendkívül gazdag és figyelemre méltó volt. Vajan Gájit, a vásár végrehajtó bizottságának tagja elmondta, hogy a gépkiállítók az idén több mint 300 traktort, számos aratócséplőt és sok más mezőgépet meg felszerelést adtak el, ami egyrészt a vásári kedvezményeknek köszönhető. A kiállítás két nagy díját, vagyis az újvidéki agropanonka Belarus 320-as traktorát Slobodan Stevanovics Leszkováci, a Vajc gépgyár húzavetőgépét pedig Gorán Gábrics szabadkai gazdálkodó kapta. A 79. mezőgazdasági vásárt, amelynek jövőre Ausztria lesz a társszervezője, május 12-e és 19-e között szervezik meg.